Szerencse fel, ez az aranybánya. A mai adásunkban pedig egy nagyon különleges helyre hoztalak el titeket, ezt a nézők nem szokták látni. Mi úgy hívjuk itt a házon belül, hogy arcképcsarnok, ez a művészbejáró melletti festett tér, amit egykori kollégáink, az operaház festőművészei, tehát nem külön alkotók, hanem azok, akik a díszleteinket, jelmezeinket festik, ők festették egymásról, a kollégákról, és nem csak a nagy művészekről, nem csak az örökös tagokról, hanem zenekari művészekről, énekari művészekről. Akiről viszont ma beszélek, ő abszolút egy örökös tagunk, mégpedig Budanovics Mária. Budanovics Máriáról, amikor készültem az adásra, meglepően kevés dolgot találtam. Valahogy az ő léte evidencia volt. Azt hiszem, hogy kétféle örökös tagunk van. Vannak azok a sztárok, akiknek természetesen az örökös tagok panteonjában van a helye, és vannak azok, akik nem voltak sztárok a szó klasszikus értelmében, hanem azok a kiváló, megbecsült igavonók voltak, akiknek a színház mindennapját köszönhetjük. Budanovics Mária 25 évesen, még főiskolásként debütált az Operaházba 1914-ben, a Trubadur az utcénájaként, és egészen 1964-ig, tehát fél évszázadon keresztül működött a színházba, akkor énekelte utoljára Csölmamát a Három a kislányba. Elképesztő dolog, hogy egy mezzoszoprán alt fél évszázadot tölt ebben a színházban, úgyhogy hetente háromszor-négyszer is föllépett. Míg többen csináltak mellette nemzetközi karriert, jártak külföldre, Budanovics Mária itthon maradt, és itthon vitte a repertoárt mindenki helyett. Gyakorlatilag nem volt olyan opera, amiben neki való szerepet ne énekelt volna el. Verdit, Wagnert, az akkori kortársokat, és hát a pályája második felében a világháború után természetesen az összes mama-nagymama szerepet. Hogy mennyire szerették Budanovics Máriát, arról egy szép fényképet hoztam nektek. Itt van, ez egy utólag színezett kép Osváth Júlia albumából. És hát azt gondolom, hogy ez egy ritka és ritka őszinte kép, ahol Budanovics Mária itt egy hári előadás után Mária Luisaként középen ül, és mellette három darab nagy szopránunk is van. Orosz Júlia, Osváth Júlia, illetve Szilvási Margit. És amint látjuk, ezek a művésznők nem erőltetetten, hanem szeretettel mosolyognak egymásra, ami szerintem azért ritkaság ebben a szakmában. A 30-as évektől elkezdett tanítani. Mégpedig nem egyedül, hanem a férjével, Palotai Árpáddal, aki a színháznak egy baritonja volt, ő a karrierje után rendezőként, illetve a kótatervezetőjeként is tevékenykedett, és ketten vittek egy énekiskolát tulajdonképpen otthon, és saját gyerek híján egy ilyen családi légkörbe, tényleg a saját gyerekeiknek tekintették a tanítványokat, és őket nevelték, gondozták és készítették föl az operaházi karrierre. A világháború alatt a Budapest ostromát mindketten itt az operában élték át a pincében. Palotai szerepel is a kiállításunkban, ami most megtekinthető. Ez volt az Aranybánya mai adása. Tartsatok velünk két hét múlva is. Szerencsétlen!